Megoszlanak a vélemények az aténi nagy sétányprojektről. Az Atén belvárosát érintő terv egyelőre próbaüzemmódban van. A lényege, hogy 50 ezer négyzetméterről tiltanák ki az autókat, kialakítanának 2000 új parkolót a kismotoroknak, és felgyorsítanák a buszközlekedést. Nem teszünk mást, mint a legtöbb európai nagyváros a világjárvány közepette, mondja a polgármester helyettes. Közösségi tereket szabadítunk fel, hogy kivitelezhető legyen az emberek közötti távolságtartás. A terv szerint a fejlesztés magába foglalja Atén kereskedelmi centrumát, összekapcsolva a történelmi központtal, és így egységes kisforgalmi utat hoz létre az Akropolisz felé. A görög főváros önkormányzata a hatalmas gyalogos övezet létrehozását tervezi, többek között azért, hogy Atén látnivalóit meg lehessen közelíteni, mondja az Euronews helyszíni tudósítója. Sokak szerint ez nagyszerű, míg mások bírálják, mivel ez több problémát okoz, mint amennyit meg akar oldani. Mivel a projekt 2022-re fogják befejezni, csak az idő fogja eldönteni, hogy a helyiek és a látogatók számára megfelelő lesz-e.